Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Field forever. Let me take you down, 'cause I'm going A 70-es évek nem a 70-es évekbe kezdődtek, hanem a 60-as években. Nevezetesen 60-as években alapozottak meg ideológiailag a dolgok. Tehát akkor tudtam eldönteni, vagy nem eldönteni, ösztönösen megjeleztem, hogy mi az, amihez csapódni akarok, mi az, ami nem, mi az, amit akarok, és mi az, amivel soha nem fogok tudni azonosulni. Azt kérdezed, mi számomra a 70-es évek, tulajdonképpen életemnek valóban a legeslegsűrűbb időszaka, bár ugyanolyan sűrű volt a 60-as is, vagy a 80-as, vagy a 90-es, lekopogom. De pont abban a legaktívabb életkornak az elején volt az ember, én 70-ben voltam, 21 éves, tulajdonképpen valahol a felnőttség határán, bár igazából én soha nem leszek felnőtt, én azt gondolom, és egy ilyen elhúzódó, ez annak a kornak is, meg annak az egész rezsimnek a sajátja volt, hogy az ember egy ilyen elhúzódó posztkamasz állapotban volt és maradt. Hát a 70-es évek az 68 után következett nekem, szóval két év halott csend, Prága megszállása miatt. Nem akarok politizálni, de az én életemre nagyon rányomta a bélyegét ez a 68-as csalódás. Én akkor már felnőtt fiú voltam, 29 vagy 30 éves, és független voltam, tanárember, képzőművészeti főiskolát végeztem, az életem mint egy sinen lett volna, és ezt is, azt is, az a rettenetes csalódás 68-at követően az minden szétrombolt, fölrugott. Úgyhogy nekem a 70-es évek azzal köszöntöttek be, hogy disszidálni akartam. Nagy generáció, akiket úgy irigyeltünk, hiszen éppen akkor a kamaszkorból akkor kezdtünk kinőni, azok már rockerek voltak, vagy éppen filmeket csináltak. Tehát megvolt előttünk a korosztályunknak azok az ideájai, akikhez szerettünk volna hasonlítani. Tehát nekem a 70-es évek mindenképpen a 60-as években lerakott vágyakat és ambíciókat jelenti. Nálunk a 70-es évek Magyarországon és Kelet-Európában az a nyugat-európai 60-as éveknek felel meg, tehát ide később jött, és a szerencse, hiszen mi akkor nőttünk fel, és 10 évesként a legjobb helyekre jutottunk el, véletlenül, vagy talán semmi sem véletlen. Tehát, hogy én középiskolás koromban Sirius és Rákfogó koncertre mehettem, azt szerintem olyan indítást adott, és olyan filozófiát, amiből máig élek, szóval aminek köszönhetem, hogyha valami lettem magamban, nem az, ami kifelé érvényes a világban, hanem ami magamban, magamnak lettem, az innen indult el. A 60-as, 70-es évek fordulója az a magyar és a budapesti fiatalok életében az egy nagyon nagy dolog volt szerintem, mert hát ez volt ez a néhány év, talán 60, igazán 66-tól 75-76-ig, amíg ez az egész popzene elmozdult az angol szász befolyás alól igazán felé a magyar szövegű, magyar zenei felé, aminek a nagyon rossz izét most látjuk tulajdonképpen, hogy ez mennyire álságos volt ez a dolog. Az a zene, az egy politikai programzene volt. Ez így nagyon durva kimondani, mikor pont arra tökélet, hogy ne legyen az, de pont azért lett az. Tudnélik, most nem beszélek a fényes szellők, meg a Szöldes Helmet elvtárs, az egy autentikus zene volt, a kor egy bizonyos autentikus zenéje. Most ilyen autentikus zene volt ennek a reakciójaként megjelenő, zeneinek tűnő, de lényegében programzene. Ez az igazság. Tudnék, zenének igen gyenge volt.
amikor kint már a Jimi Hendrix játszott és csinált igazi zenét, akkor nálunk itt a zenekarok nyökögtek, hogy úgy mondjam. Szóval gyakorlatilag az Orán akkor sem tudott énekelni, a Illés zenekarnak egy száma nem maradt fönn, nem is nagyon voltak számok, hanem átvettek különféle Brendali, meg mind fiúk énekelték a Brendali számokat, mindenféle adaptációkat. Az Omega most nem tudom, már oda jártam a legkevésbé, de oda is sokat jártam ettől függetlenül, még azt talán valamennyire próbálkozott zenét csinálni. De az Illés meg Omega engem soha nem érintett, abszolút. Tudod, szóval ez most lehet, hogy ilyen csúnyán hangzik, vagy furcsán. Soha életben, és ez a vonal egyáltalán, tudod? Én a javában Pegében 64-től játszottam jazzt, amikor még a Illés, meg még iskolás zenekarként ott össze-vissza játszott. Szóval ez engem speciál, soha nem érdekel, mindig a progresszív vonatod, a mai napig nem is érdekel. A 60-as évek zenéje, most nem befejezem, az egy kimondottan csasztuska zene volt, bár Shadows meg mindent játszottam. Az az igazság, hogy ebben hirtelen a 70-es években megjelent egy zene. A Sirius. Egy picit vissza kell menni a történetben, ahhoz, hogy az ember ezt a helyzetet megértse, mert ugyebár az 50-es években, hát ez az egész kelet-európai blokkban így volt, az 50-es években szigorúan tiltották a jazzt. És amit tiltanak, az többnyire valahogy föld alatt szerveződik, és csak egy picit kell megnyitni a palackot, és akkor az úgy kibudjan. Na, körülbelül ez történt az 50-es évek végén, 60-as évek elején, amikor ugye hát enyhült a kultúrpolitikai nyomás, és az úgynevezett tűrt kategóriába került a jazz, vagyis bár volt vele szembe bizalmatlanság, de azért mégis elindultak a dolgok. Most a 60-as években tulajdonképpen meglepően gyorsan szerveződött a magyar jazz élet, együttesek, fesztiválok, könyvek, klubok, és így tovább, és így tovább. Egyébként nem, nem vetekedett a könnyűzenének a népszerűségével, csak volt. És a 60-as évek közepétől azt lehet mondani, hogy az már igazán egy jó korszak volt. Igen ám, de miközben nyugaton, ugye volt a modern jazznek legalább 20 éve, mondjuk most az európai jazzre gondolok, ami azért mégiscsak a világháború után kezdett komolyabban fejlődni, volt 20 év arra, hogy megerősödjön és meggyökeresedjen, és hogy egyáltalán ne csak az amerikai paneleknek az utánzására szorítkozzék. Magyarországon ez egy nagyon rövid idő volt, mert betört a rock hullám. Na most a rock zene, ez is egy hosszú téma lenne, hát ebben nem menjünk nagyon bele. Ez végül is egy társadalmi jelenség, ami egész biztos, hogy a zenétől független az egész 20. század esemény sorozata, politika, történelmi hatalmas változások, sok minden benne volt. Hát valamilyen fajta reakció volt, és hát az is megérne egy misét, hogy a nyugati rockzenének a protest hangja és a kelet-európai protest hang között mi volt a különbség, viszont mi volt az azonosság. Na, lényeg az, hogy tulajdonképpen erre az alig meggyökeresedő jazzre szinte rátelepedett a rockzene, és kétségtelenül, hogy sokakat elszívott ebből a táborból. A jazz egyébként sem volt, sohasem volt egy nagyon népszerű zene, de mint minden zenében itt is megfigyelhető legalább három irányzat. Van ez a középső maga, amit mainstreamnek neveznek, van az avantgárd, ami mindenféle intellektuális kalandokba bocsátkozik, és van a népszerűbb, amelyik mindig a népszerűség felé próbált közeledni, például a 30-as, 40-es években Amerikában, ugye a jazz kifejezetten az amerikai tánczene felé közeledett. Na most ez a népszerűbb vonal, ez természetesen most itt hirtelen nagyon fontossá vált, mert hiszen jött a rockzene, tehát a jazz
most már nem a hagyományos tánczene és a slágerzene és a nem tudom én szentimentális nóták felé közeledett, és nem avval fúzionált, hanem a rockzenével. A jazz számomra akkor még nagyon távoli. Szerettem, borzasztóan szerettem, volt egy barátom, van is egy barátom, akivel azóta is 30 éve vagyunk szoros barátságban, aki a jazzbe vezet, jazz világába vezetett be, és aki vitt jazz koncertekre, és ő maga is aktívan dobolt, és bevezetett ebbe a világba. És számomra a kettő nagyon nehezen volt összeegyeztethető. Egy anekdotikus elem, 64 vagy 65, Balatonalmádi tulipán kert, ahol van egy Wurlitzer, és a Jubaxban egész nap, hát ilyen szarszám viszik lemezek voltak, Évikém, azt mondja a nénikém, meg nem tudom, micsoda. És volt egyetlen Delsenónak a Runaway című száma. Reggeltől estig, ugye azt ízett, tehát amennyi pénzünk volt, azt még nyomtuk be a Runaway-re. Az összes több mindig rettetesen szarszám volt, és a lényeg az, hogy 5 órakor kezdett az 5 órai teja. És akkor 5 óra előtt, 1 perccel kijött a főpincér, sígy kihúzta a konnektorból a Runaway-t, Delsenonostunk minden estől, mert kezdődött az 5 órai teja. És már ott melegítettek a fiúk is, arra vártak, hogy majd eljön az ő egy trió játszott, egy szaxofonos, egy bűgős, meg egy dobos, vagy fennet ugye, vagy milyen formáció, nem érdekes. A lényeg az, a dobos már az 5 óra előtt már melegít, és söprőzik, vagy söprőzött ott izével. Miközben még az utolsó másodpercig is belebújva a jukeboxba hallgattuk Del Shannont, főpincér kihúzza, bang, véget ér az egész, oda a mámor, oda a csoda, és minden mérgünk a dobos felé fordult, aki miatt kihúzták ezt a izét, és mondtuk, figyelj, kap be, ilyet mikor fogsz játszani? Mi azt mondta, figyelj, mi jazzt játszunk. És pacának ilyen vékony, ilyen egycenti szakállamot érted, és ilyen tűrgyes csukába, és egy arisztokratizmussal lenézte, tudod? Na, szóval ez összeegyeztetetlen volt a két világ. 64-ben volt az, amikor én Balatonon egy társasággal elmentem táncolni egy kerthelyiségbe, és ott nem volt hely az asztaloknál, de egy asztalnál két fiú vacsorázott, és megkértük őket, hogy engedjenek bennünket oda. Az egyik fiú volt a Bródi János, és a másik fiú volt egy Nényei Tas nevű fiú, aki mind a ketten az akkori Illé-zenekarban játszottak. Rossz volt velük végigmenni az utcán, olyan népszerűek voltak, mert hát akkor az Illé-zenekar, az Omega-zenekar és a Metro létezett, és rettentő népszerűek voltak. Na most ez a Nényei Tas lett az én első férjem végül is, ez a meglátni, megszeretni ügy ottan megtörtént annál az asztalnál. És az Illé-zenekar, hát szóval mondom, a Bercsényi kollégiumban játszottak, rettenetes tömegek álltak kín, és én rögtön kaptam egy ilyen állandó belépőt tőlük. És hát én úgy, mint a többi ilyen zenész feleség vagy barátnő, ottan végig hallgattam az összes zenélést a színfalak mögött. És 68 körül, vagy én ezt pontosan most nem tudom, azt hiszem 68-ban volt az, amikor az Illé-zenekar szétvált. Tehát a régi alap Illé-zenekar 6 tagjából 3 elment, a Lajos többek között, és kiegészült a Szörényékkel, és ők felmentek a Várba játszani, a Hess András térre, és az én férjem, még akkor nem volt az, lent maradt 3 taggal, és szintén 3 taggal kiegészülve a Bercsényi kollégiumba, és megalakult egy úgynevezett Strinx nevű együttes, rövid életű volt egyébként, én ott énekeltem velük a Bercsényiben. És aztán ugye a 60-as évek végén elkezdődött az, hogy minél jobb felszerelés, minél több pénzért, és ez egy rettentes verseny kezdődött el, akinek a mamája vagy a papája sokat járt külföldre, vagy több pénzük volt, az annak volt jobb felszerelése. És a mi zenekarunkban egy fiúnak volt inkább jobb felszerelése, és azt elcsábította egy másik zenekar, és ezzel összedőlt az építmény, és megszűnt a zenekar. Gimnázista évek alatt én pár olyan zenésszel jártam egy évfolyamot, nem is egy osztályban, hanem én jártam azt hiszem B-be, vagy C-be, vagy A-be, fogalmam sincs, ma régóta, meg nem is érdekelt különösebben már akkor se. Csak jártam, mert javában játszottam, mert elég korán kezdtem játszani. De arra emlékszem, hogy a Szörényi Levente, Bajtala, Jancsi és Malek Miki volt évfolyattársam.
és minden szünetben összejöttünk, és hát ilyen iskolai zenekarról álmodtunk, és ami meg is valósult, csak nagyon korán elváltak útjaink, mert a Szörényi Leventéjék az akkori divatos, mint Elvis Presley, stb. Számokat utánozták, játszottak. Engem meg valahogy a jazznek az egész eleje a Dixieland-től számítva, a Louis Armstrong, már a swing zenében, az érdekelt, azt hallgattam, és meg kell, hogy mondjam, hogy ma már akik ezt hallják, a fiatalok, hozzáteszem, hál' Istennek, mindenhez hozzájutnak. Abban az időben azért nem voltak lemezek, nem volt videó. Szóval próbáljuk úgy elképzelni, hogy ha valahol egy olyan lemez, ami kincsnek számított, egyáltalán meg lehetett hallgatni, az már egy óriási dolog volt, és az nekünk elképzelhetetlen, hogy milyen kincsnek számított. Nekem szerencsém, hogy én Újpesten laktam, és egy már akkor idős bácsi, hát most már talán nem él, nem tudom, neki rokonai voltak külföldön, és úgy kapta a lemezeket, és akkor én a Ray Charles, a Louis Armstrongot, a soul énekeseket, stb. Én ezeken nőttem, én ezeket hallgattam, szemben az Elvis Presleyvel, nem tudom, én ezt a világot soha különösebben nem szerettem. Na, ennyit csak előjáróban. Én korán elkezdtem játszani, és 64-ben a Pege Aladár együttesébe kerültem, ami akkor nagyon nagy dolog volt, fiatalon kimentünk külföldre, nyugatra, és amit eddig hallottunk, meg olvastunk újságban, hogy a Coca-Cola mámorba szenvedő nyugati fiatalság, és a jazz, és az borzalmas, és füst, és minden. Hát én ott beleszagultam, egész más volt, mondanom csak el. Ez a két márkám volt, és Frankfurtban a repülőtéren bedobtam két márkát, és egy Marlboro cigarettát vettem, és ezt, és borzalmas szabadnak éreztem. És ez hozzáteszem, 65-ben volt, úgyhogy akkor még más szelek fújtak. Első zenész voltam, aki nyugatra kiment ebből a reteszből. Mert ez 63-ban volt, akkor még nem ment ki zenész, azt hiszem csak a Martini együttes, mint zenekar ment ki, valamilyen, nem tudom, hová, két hétre, az volt a legnagyobb dolog. 63-ban azt hiszem, én voltam az első fiatal ember, aki több másik fiatal emberekkel kikerült nyugatra. De én akkor már jazzzenész voltam, de tánczenét mentem ki játszani, hogy lássam nyugatot, hát be voltunk zárva. És itt történt meg az első befolyás a jazzzenem mellett, mert mikor megnősültem, akkor az esküvői partimon az összes jazzzenész barátaimat meghívtam, és a legnagyobb meglepetésükre Rolling Stones, Kings, Animals lemezeket raktam fel, és Beatles, és meg voltak rökönyödve, hogy megbolondultam. De nálam ez volt az első befolyás. 1971-ben ugyancsak vendéglátóiparban egy nagyon kellemetlen helyre, az MK-be, MK nevezetű kocsmába mentem el játszani. Aztán egyáltalán nem való voltam, majdnem ki is dobtak két hét után, de aztán megembereltem magamat, mert hát énekelni kellett, meg minden marhaságot játszani. Tehát azért mentem ki, hogy New Yorkban legyek, a jazz fővárosába, és ez a sok szenvedés és a sok ivászat, mert rengeteget kellett innom, hogy el tudjam viselni a sok magyar részeg embert, akik között voltak szimpatikus egyéniségek is. A díj az egy héten egyszer a jazz klub, amikor szabad nap volt. Az, hogy az első rock nemzedék vagy beat nemzedék, miután gondolom, hogy óriási harccal bevettem magát a hagyományos tánczene rendkívül védett és sokak által szenvedélyesen és erőteljesen védett, és akkor még gondolom, hogy politikai érvekkel is megerősített védelemről volt szó, tehát abban a bástyában valahogy bevette magát, a várba betört, abban a pillanatban maga mögött már zárta is az ajtót és a redőnyöket, mindent, hogy akik utánuk jönnek, azok lehetőleg ne jussanak be. Na most ezt csak azért mondtam el, mert akkor már elkezdtem
foglalkozni azzal, összehoztak egy ragyogó zeneszerzővel, akivel írtam dalokat, és úgy hívták, hogy Dancsák Gyula. Hát a mai napig is dolgozik. Igazából nem sikeredett neki egy olyan karrier, amit a tehetsége révén megérdemelt volna. Akkor mi már írtunk dalokat, azt hiszem, hogy egy fél évvel, évvel előbb mi már magyarul írtunk olyasmi dalokat, amiket a kint csináltak, tehát ami beat dalnak, vagy rock dalnak, pop dalnak nevezhető volt, fél évvel előbb, mint hogy a Szörényi egyáltalán találkozott volna a Brodyval. Természetesen ezzel nem akarom az érdemeiket kisebbíteni. De bennünket hitegettek, rettenetesen sokáig hitegettek. Először a Metro, aztán valahogy elkeveredtünk a Vitek Mari barátnőnk révén, aki nekem gyerekkori barátom volt, együtt cseperedtünk fölött a Ferencváros Bakács utca, Bakács tér, Szamori utca környéki részén. Lényeg az, hogy a Mari révén elvittük a dalainkat az Omegába, ott azok meg is csinálták egy vagy két dalunkat, tévéből be, el is ment, le is adták, be is mondták utána, hogy a szerzői Pajer András és S. Nagy István. Úgyhogy idejekorán megtanultuk, hogy mit jelent az. Akkor emlékszem, hogy járt Magyarországon egy piros-fekete vagy kék-fekete elnevezésű lengyel zenekar, és nekem eszméletlenül tetszett, hogy lengyelül énekeltek Beatles dalokat. És akkor én is írtam Beatles dalokra magyar szöveget, és hát ezzel megint folyt a hitegetés itt is, ott is. Majd megcsináljuk óriását, minden. Aztán valaki megsütte, hogy Magyarországon jó kifejezés, monopóliuma van erre a Tardos Péternek, hogy ő külföldi számra magyar szöveget írja. Na most egyrészt azt sem tudtam, hogy mi az, hogy monopólium. Semmit nem tudtam ezekből a dolgokból. Tehát egyszerűen nagyon könnyen átverhetőek voltunk. De valahogy itt én megfertőződtem ezzel a muzsikával, és hát természetesen ez nem csak a Metro klubra, vagy az Omega klubra, ami volt bent a belvárosban, a Hordó, de eljártunk a Ganzmávaktól kezdve a Vigyázó Ferenc utcát, de mindenhova. Atlantis, Kampolot, mindenkit ismertünk, aki akkoriban létezett, elmentünk Óbudára, kicsit később már Liverzinget hallgatni, akkor a közgázon is voltak már akkor bulik. Egyszerűen mint száz, az az érzésem, és itt jön a közhely, hogy én úgy gondolom, hogy egészen más felé, és biztos, hogy rosszabb felé mehetett volna az ember élete, hogyha nem találkozik ezzel a muzsikával, mint élménnyel. Ha belegondolsz, hogy fogalmunk nem volt egyrészt, hogy miben létezünk. Ma ugye mindenki igyekszik különböző ellenállási mozgalmait hirdetni. Az ember voltak éppen igazából nem is tudta, hogy mi van. A szülők javarésze szerintem elhallgatta a gyerekek elől. Nagy csend volt körülötte. Emlékszem, hogy 56 után november-december táján találtunk pisztolyokat eldobálva a Dunaparton, fél évig őrizgettük, utána egy éjszaka gyorsan bedobáltuk a Dunába, ugyanúgy, ahonnan jött, oda ment vissza. De hát ezek ilyen foszlányok voltak, mert tudom, hogy mi volt, de igazából az emberben semmi nem tudatosult. Szép csendesen átcsusszanhattunk volna abba a világba, amiben az emberek az akkori normák szerint beilleszkednek, karriert csinálnak. Találkozom a régi osztálytársaimmal, iskolatársaimmal, és nézem őket, akik ezt az utat járták végig. Nagyon másmilyenek vagyunk, vagy vagyok, mint ők. És én úgy érzem, hogy ettől a dologtól rengeteget kaptam, én nekem ez az életem meghatározó élménye lett. És a mai napig is azt hiszen ebben élek, és ez ehhez van köze a hivatásomnak is. Abban az időben nem tudtam, hogy a nagymama, ahol én gyerekkoromban nagyon sokat voltam, Kávári utca, Dugonics utca sarka,
és onnan légvonalban 50 méterbe állt ugye a Jackiek háza, ott nőttek föl. Nekem onnan a Bögöly volt a barátom a Dugonicsban, mert Dugonics 3-ban lakott a Bögöly, én laktam a Nagyomán a Kávárja 28-ban, és a Jackie lakott a Korányi Sándorban, Sarkona. Ez az egy tér volt, de én akkor a Jackit még nem ismertem, hanem a Bögölyel állandóan gyilkolóztunk, hogy ki fogja a csapágyas rollert használni, ami tudod, a Fatuskó, a csapágy, köszönöm szépen, Fatuskó, a csapágy, és minden, és hát a fotballozás, és hát akkor még senki szó sem volt zenéről. Csak a Bögölynek az apukája, meg az életesapám, azok kollégák voltak. Onnan volt a barátság, és aztán azon a környéken végül is nem volt igazán még zene akkor, bár utána, mi közvetlen kisgyerekkorunk után a Bög meg a Jackie megcsinálták az igazi rákfogót, az elsőt. Azt hiszem még a Magyarorsi volt velük, meg még a Jackie testvére. Nem emlékszem pontosan, én azt a bandát soha nem hallottam élőbe, de az volt az alaprákfogó. Gyakorlatilag 66-tól, sőt inkább 67-től, mert 66 végén, 67-be költöztünk a Rózsa Ferenc utcába, 67-től tartott 72-ig, amíg apám végleg el nem ment Olaszországba. De ez a néhány év, 6 év, 5 év, ez olyan hosszúnak és töménynek tűnik a számomra is, mint hogyha az legalább 10 év lenne. Ez egyszerűen azért volt, mert akkor valahogy annyira fontos volt a filmnek ez a fajta erőteljes vonal, amit apám és a barátai képviseltek, hogy ott mindenki odajött. Szóval mindenki odajött, de ebben nem csak szóval ebben a popzenészektől kezdve a mai felnőttebb bölcsész, tudós, szóval mindenki volt ott abban az időben, szóval íróktól kezdve, ez nem olyan emberek, akik aztán soha többet nem jöttek, de abban az időszakban ez nagyon fontos volt, mert árad belőle valami fajta, egyrészt összetartozás, ezek az emberek úgy gondolták, hogy a kommunista rendszerrel való szembenállásnak ez egy fajta kávéházi formája ott nálunk, és ez nagyon fontos volt. Arról nem beszélve, hogy apám állandóan jött, ment, úgyhogy lehetett első kézből kapni nem csak az információkat, hanem ilyen ízlésbeli ügyeket is. Úgyhogy ez nagyon fontos volt. Ez megszűnt gyakorlatilag a 70-es évek közepével, és én nem is nagyon ismerek ma már társaságot, ez persze a nosztalgia is mondatja velem, de nem ismerek társaságot ma, ahol ez a fajta dolog azzal a fajta természetességgel működne, mint az akkor működött. Az én generációmnak, nekünk az indulásunk volt ez az egész dolog. Szóval mi be és rászabadultunk egy szakmára, egy világra. Azt gondolom, hogy egyfajta jó felkészültséggel, ami a szakmánkat illeti, és nem tudom, hogy ez nosztalgia, biztos ez is lesz benne, ha erről beszélünk, és én ezt nem is tagadom és vállalom is, de volt egy olyan felhajtó erő, volt valami olyan, hogy minket várnak, iránk kíváncsiak, zenében, filmben, irodalomban, képzőművészetben, fontosak voltunk, ez nagyon fontos egyébként, hogy én úgy éreztem, hogy fontos vagyok, hogy fontos az, amit csinálok, hogy várják azt, azokat a filmeket, amiket mi, vagy akár én csinálok, hogy lehet egy Sándor Pál film, tehát ez a fajta képesség, talán tehetség, ami az emberben volt, azt meg tudta, lehetősége volt megvalósítani, és megmerem kockáztatni, hogy ez politika semleges volt. Szóval én nem a politikára emlékszem ezekből, azért merem mondani, soha nem a politika animált, legalábbis ami ahogy én átéltem.
biztos, hogy ki lehet mutatni, hogy meddig, hol voltak a falak, meg mit lehetett csinálni, mit nem lehetett csinálni. De az biztos, hogy én akkor egy olyan fajta igazi művészi szabadságot éreztem, ami, hát amiért felejthetetlen az az egész, tudod? És jó lenne egyszer úgy beszélni ezekről a dolgokról. Én megpróbálok most például úgy, engem nem érdekel, hogy milyen rendszer volt. Nekem van egy életem, amelyiknek ez a periódusa, tehát ez a 10 film, amit csináltam, az gyönyörű volt. Erre nekem volt lehetőségem, volt rá pénz, láttunk egy forgatókönyvet, most azt mondom, ami a Hunia stúdióban, illetve velem történt. Láttunk egy forgatókönyvet, éjjel írtunk, nappal forgattunk, soha vissza nem kérdeztek arra, hogy mit változtattam. Nem volt az őrületes felelősség érzetem, hogyha kiadok egy forintot. Ha kiadok egy forintot, akkor abból kettőt kell csinálni. És hát megszülettek ezek a filmek úgy, hogy majdnem, hogy azt merem mondani, és a legjobb értelemben mondom, hogy egy felelőtlenséggel. Hogy én azt gondoltam például, hogy van mit mondanom, azt bizonyítottam, mert elég sokan nézték, sőt, kifejezetten sokan nézték meg a filmjeimet, meg mindenféle visszaigazolás volt fesztiválokon, itt-ott-amott, hogy erre kíváncsiak az emberek, hogy el tudom úgy mondani, amelyik érdeklődésre tart számot, a gondolat is, meg ahogy el is mesélte ezeket a dolgokat, vagy közvetíteni próbálta az ember. És volt az egésznek egy olyan aurája, hogy csak arról szólt a mi életünk, hogy mi lesz a következő filmünk. Semmi másról. Baromi keveset kerestünk, baromi jól éltünk. Én ugye mindig azt mondtam már úgy főként a 70-es évek végén, hogy ez a kapitalizmus az azért egy jó dolog, hogy a szocializmus az egy nem működő szisztéma, ami igaz is egyébként, de a kapitalizmus azért jó dolog, mert annak van egy mértékegysége, mert a szocializmusnak nincs. És az a mértékegység a pénz. És most, hogy ezt... Most, hogy itt van, és ami ennek a mentén történik, szóval most egy kicsit, ha szabadna ezt így mondanom, még rózsaszínűbbnek látom azt a sorsot, amit születésünk időpontja miatt nekünk végig kellett élnünk, tudod? És voltak helyek például. Lehetett beszélgetni úgy, hogy csak beszélgettünk. Nem beszélgettünk üzletről. Nem beszélgettünk arról, hogy szóval nem azt határozta meg, hogy én kivel találkozom, hogy kitől mit várok. Illetve tulajdonképpen amit én vártam, hogy föltöltődjek, hogy olyan gondolatokkal, olyan hangulatokkal, olyan emberi hangulatokkal találkozzam, vagy találkozzunk, amelyik a következő filmem. Azért hallgattam, azon kívül, hogy szerettem a zenét, és szerettem most is természetesen, hát például a Siriust, mert ők máshonnan megközelítve, de ugyanaz az érzés, vagy ugyanaz a feeling, vagy ugyanaz a valami sugárzott. Tehát volt egy központi, nem jó kifejezés, de most nem tudok jobbat, életérzés, tudod? Ami nagyon sok mindenből tevődött össze, és azt gondolom, hogy nagyon humánus volt. Szóval nagyon emberi volt, nagyon jól lehetett ebben a medencében, mert medence volt, mert azért eléggé pontosan lehetett tudni, hogy hol vannak az ideológiai határai a dolognak.
De ebben a medencében azért nagyon sok minden olyan dolog volt, ami azt gondolom, hogy egy embernek fontos. 1970-ben megismerkedtem Bereményi Gézával, és elkezdtünk dalokat írni magunknak csak, de rengeteg dalt írtunk, 150-et az évtized elején, és ez egybeesett az én disszidálási kísérletemmel, amit a Bereményi is követett volna, 72-ben Párizsban le is zajlott a kísérlet, mert pár nap után rádöbbentük, hogy haza kell jönnünk, szóval mégse tudjuk itt hagyni Magyarországot, azzal a szégyenével együtt, hogy ez egy megszálló ország lett közben. És akkor, hát legendás, de igaz történet, hogy valójában Párizsban dőlt el, hogyha mi visszajövünk Magyarországra, tehát itt élünk továbbá, akkor nem lehet tovább duzzogni 68 miatt, hanem akkor részt kell venni itt az életben, dacosan, de nem sértődötten, hanem valamiképpen. És így indult az évtized. Ami a dalainkat a szárnyára emelte, egy rendkívül színes évtized volt, azért a 73-74 körül meglebbent még egyszer a lehetőség a gazdasági reformokkal egyidejűleg, hogy van kitörés egy más irányba, tehát orosz megszállás ide-oda, meg az összes nemzeti szégyenünk az megemelhető valamivel, tehát egy nagy erős szellemi termékekkel, amikhez én oda számítom a mi dalainkat is, amik akkor születtek. Borzasztó sok tehetséges ember nyüzsgött az országban, mindenki nyüzsgött kifejezetten, szóval mintha újra föl akarta volna verni a fejét a szellem. Tehát, hogy a Zene Gimnáziumba bekerülni, ez egy eléggé kivételezett helyzetet jelentett annak idején. Való igaz, bennem összefolyik az idő, ezért kérdeztem meg az elején, hogy én hányba is jártam oda. Tehát én gyakorlatilag, aki ismer, tudja azt, hogy rengeteg mindennel foglalkozom, és igazándiból én az időpontokra nem emlékszem. Vannak dolgok, amiket úgy élek meg, mint hogyha napokkal ezelőtt történt volna, bár már 20 évvel ezelőtt történt, és vannak olyan dolgok, amelyeket elfelejtek, és teljesen kiírtódik az agyamból. Na most a zenére kérdeztél rá, tehát a zenegimnáziumban felvételt nyerni, pláne zeneszerzés szak, ugye ez egy megint csak egy elit szak lehetett, kivételezett helyzet. A zenegimnáziumban meg lehetett tanulni az alapjait a zenének, az úgynevezett zeneszerzésnek is, de közben akarva akaratlanul az ember az érzékelte, hogy a külvilág egész másról szól. Tehát amit nekünk tanítanak, és a külvilág zenéje közt egy antagonisztikusnak mondható ellentét feszül. Most ebből rengeteg probléma akadt. Ugye azt tudjuk, hogy a rockzene, a popzene és bizonyos jazz irányzatok is, erről biztos mások mesélnek, hogy ez a társadalom lesz, hogy jelent meg, vagy milyen problémákat okozott. A zene gimnáziumban ez úgy csapódott le, hogy bizony tiltották. Tehát mi tanultunk egyfajta zenélési módot, és közben pedig kint, mint egy ilyen tudathasadásos állapotban, hogy kiléptünk a zenegimnázium kapuján, egész más világba érkeztünk be. Most én természetemnél fogva, én szeretek integrálni bizonyos dolgokat. És ugye, pláne utána a főiskolának azt mondták, hogy aki erre a pályára rálépett, és főleg, miután a konziba főiskolára is fölvettek, hát az Isten sem menti meg az ember a diplomától, és zeneszerző lesz. Most bennem fölmerült a kérdés, hogy, és ez végig kísérte szinte a 8 évemet a főiskolán is, hogy mit jelent az, hogy zene? Miért csinálunk zenét? Miért ír a 70-es, 80-as, 90-es években az ember zenét? Pláne, hogyha ebbe a zenébe elképesztő határesetek vannak. Tehát én hiába írok egy általam és a szakmát a zseniálisnak kikiáltott zeneművet, ha azt meghallgatják ketten a kis teremben. Viszont, ha pedig föllépek egy klubban, egy zenés klubban, és mondjuk egy rockzenekarra lépek föl, akkor pedig a szakma gyaláz meg, hogy hát ez nem is zene, amit te játszol. Na most ez még akkor, abban az időben, a 70-es évek táján, ez még fokozottabban ment. A zenegimnáziumban alakítottunk egy zenekart, ZG, tehát zenegimnázium néven, aminek a Várkonyi Matyi volt ma a Rockszínház igazgatója, a vezetője, aki szóló gitározott, csekésségen pedig először, mint akkordgitáros vett ebbe a dologba részt. Hát mondom se kell, hogy a gitározást azt ugyanúgy, mint a hozzám hasonló fiatalok, akkor úgy magától az ember úgy tanulgatta ott a szoba félreeső sarkában. Majdan előminősítettek zongoristává,
És emlékszem még, hogy ebben a budai táncklubban még nyakkendőben és fehérinkben volt csak szabad fölépni, és nekem nem volt nyakkendőm. Tehát a Várkonyi Matyi adott nyakkendőt. És hát közbotrányok voltak, amikor a zenei gimnáziumnak a nagy termében az Égi Együttes föllépett. Mert akkor hirtelen jöttek a balett intézetesek, nagy szerelmek, adottak, és közben pedig hát láttuk a tanárokon, hogy nem jó néven veszik ezt. Ez az én életemben úgy csapódott le, hogy a zeneszerzés tanárom, akit egyébként nagyon szeretek, és azóta is nagyon becsülöm, ő egy idő után föltette a kérdést, hogy hát te most rockzenével vagy úgynevezett komoly zenével akarsz foglalkozni. Nincs semmi baj, de hát akkor ne gyere többet a konziba. És akkor én választottam, megpróbáltam kibúvót keresni, és választottam a komoly zenét, és attól kezdve titokban játszottam. Féleképpen két dolog miatt hasznos volt. Egyrészt, hogy állandóan azért a rockzene körül az ember tapogatózott, tehát az új stílus irányzatokat megtanulta. Tehát a Beatles, mint egy ilyen alapkőből én nagyon sokat profitáltam, mint úgynevezett komoly zeneszerző. Itt hadd ne mondjam el, hogy mik azok a stílus jegyek és azok a kis hangszerelési finomságok, vagy formai finomságok, amik kinyitották a világomat. És itt főleg a nyitáson van a hangsúly. Tehát rájöttem arra, hogy hát a zene tárháza az óriási, ez nem csak az, amit mi egy kis szegmensét, amit nekünk csinálni kell és tanítani kell. Másik rész pedig, hogy állandó kontaktusunk volt a közönséggel. És akkor már próbálkoztam, hát én írtam olyan darabot, amiben basszusgitár volt, meg szólógitár volt, de még azért ebbe a korabeli aleatorikus, meg nem tudom én milyen stílus irányzatba jött bele, amiből később aztán problémáim is voltak, és főleg problémája volt ifjú Kurták György barátomnak, aki egy ideig, 3 évig a főiskolán csak szólógitára volt hajlandó kompozíciókat írni, és hát nyilván a papája miatt hát nem nagyon mertek szólni. Itt van egy érdekes történet, ha hosszú kivágod. A Zeneakadémián a zeneszerző vizsgakoncertek azok még a 11-es teremben történtek, ami egy viszonylag kicsi terem. És hát benne ül a 6 Kossuth díj a fél év és az év végi vizsgákon, és Kurták Gyuri mondja, hogy tanár urak, hát jó lenne egy nagyobb terembe átmenni, mert én hozom a Marshall erősítőimet, és hát egy kicsit hangos lesz. Azt nem lehet, mert itt tudom én, Kodály óta vagy Liszt óta ebben a teremben van a vizsga. Jó. Gyuri bekapcsolta az erősítőket, megzengette rendesen, hát a 6 Kossuth díj azonnal fül sértően, most azóta ott van egyébként a zeneszerzés vizsgáló növendék akarja. Ennyit köszönhetünk a Kurták Gyurinak. Találkoztam egy sráccal, akit úgy hívtak, hogy Mogyorósi Laci. Egy saját maga készítette, gitárral játszott, és az volt az érzésem, hogy ha valaki többet tud ezen a hangszeren, mint a Radics, aki ilyen stílus másolásban, nem rosszul erre az, hogy másolás vagy koppintás, de ő például rettenetesen bele tudott helyezkedni egy nagy gitáros egyéniség világába, hiszen óriási volt, hogy Jimi Hendrix számokat játszott, hogy a Cream számokat, a Clapton szólóit lekapta, és aztán hozzátette a magáét is, de a Mogyorósinál éreztem először azt, hogy valami plusz még a hangszeren megszületik. Aztán megismerkedtem a Bartával, akkor még hungáriás volt, és egyszer pontosan a Bögöly révén egy csepeli ifjúsági parki bulin összetalálkoztam az Orszácki testvérekkel, a Jackivel és a Lacival. És tulajdonképpen innentől kezdve nagyon jó barátok voltunk. Az egészen az elutazása, tehát úgy értem az elutazása napjáig, amikor úgy hagyta el Magyarországot, hogy már kinn is fog letelepedni, egészen addig a napig egy nagyon-nagyon közeli és meghitt barátság volt. Ebbe az is belefért, hogy hónapokig, esetleg fél évig nem találkozunk, de volt olyan, hogy két nap, két éjjel végig együtt voltunk. Jól emlékszem, volt egy olyan napunk, hogy egy nap megnéztünk 7 vagy 8 filmet, moziból moziba mentünk. Aztán este volt valami Erzsébet söröző, volt valami csajozás, akkor az éjszaka is úgy telt el, másnap kezdődött előről. Nem játszott akkor még természetesen a Siriusba, viszont egy más vonalról ismertem a Baronicsot. És akkor a Baronics épp megelégelte
azt a zenekari felállás és azt az egész világot, amiben léteztek, amit ugye elmondtál, hogy a legkommerszebb és a legízléstelenebb dolog volt, helyesebben megpróbált beilleszkedni. Azon a vonalon próbált meg beilleszkedni, amelyeken rengetegen próbáltak. Az előbb mondtam, hogy mindenki hangoztatja, hogy ő mennyire szemben állt meg ezért. No, én soha nem felejtem el, hogy a magyar punk zenekar az előtte diszkós zenekar akart lenni, mert érezte a rést. Aztán megérezte máshol a rést. Szóval ez fölösleges visszamenőleg mindenből ideológiát gyártani. Mindenki kereste magának azt a kis kaput, a pici szeletkét abból a tortából, ami mondom, ráadásul olyan volt, hogy akik oda jutottak először, azok mindenkit igyekeztek ellesegetni és távol tartani. Tulajdonképpen a mi nemzedékünket, és akkor ez, hogyha már itt neveket mondtam, a Demjéntől, a Jackin át, a Radicsa, ez mindenki. Tulajdonképpen ez már mind a második, harmadik generáció volt, tehát mi mind azok voltunk, akik már egy lépéssel, egy évfolyammal később jöttünk, mint a korábbiak, és aki azokhoz nem tudott úgy idejekorán oda csapódni, mint ahogy a Presser csapódott az Omegához például, azok előtt éveken át mindenféle kapu zárva volt. Ez volt a magyar underground. És ez nagyon sokféle volt, és nagyon sokféle kiutat keresett, és tulajdonképpen a Baronics is akkor úgy érezhette, gondolom, erről nem nagyon beszélgettem vele, illetve egyszer pont akkor tehát elmondta az ő érveit. Tehát a lényeg az, hogy úgy érezhette, hogy olyan nagyon sokat az ízléstelenséggel se tud profitálni maga és az emberei részére, akkor viszont meg miért ne csináljon valami olyat, amelyik tényleg jó, és amit ő is szeret. Legelső befolyás vagy influence befolyás akkor élt engem, amikor 68 nyarán rendolgoztunk még a régével, a hagyományos pop vagy rock zenekarral, tök mint inkább pop zenekar Balatonon, akkor ott hallottam a Liversinget. És már akkor voltak a zenekarban bizonyos olyan jelek, hogy ami úgy nézett ki, hogy ez sokáig nem tartható, ezt most lényegtelenül beszélni. És én akkor magamban kezdtem el keresni zenészeket, hogy hogyan tovább, miképpen tovább, mert azt láttam, hogy lényegében ebből azért tovább kell valamerre lépnünk. És az első ilyen gondolat az akkor erősödött meg benne, amikor a Liversinget hallottam és a Patakit hallottam játszani. És akkor felejtem a Patakit, hogy szándékomban van 68 nyarán, szeptember, októberében egy új zenekart alakítani. És akkor találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hogyan, miképpen tovább, milyen, mit gondolunk, és a beszélgetés folytán mondta a Pataki, hogy ha ő jönne, akkor szeretne még egy embert hozni magával, akit nagyon melegen ajánl, és nagyon-nagyon kellene. És mondtam, hogy semmi akadálya, találkozunk hármasban, és ez volt az Orszácki. Hát így hármasban kezdtük el az új zenekar megalakítását. Ehhez jött aztán hozzá a Barta Tomi, a Beszélő Vandris, egy lépésben alakult ki. Végül is a zenekar kialakult úgy szeptember végére, egyik októbert végigpróbáltuk, és nem azt mondom, hogy november 1-én úgy kezdtünk, mint az a bizonyos Sirius, amiről az emberek beszélnek a legendáról, de az már alapjában olyan volt, de nem teljesen. Tehát ez a társaság működött egy évig, miután tovább kristályosodott az egész, és akkor volt egy olyan szerencsés variáció, hogy a Bartát hívta a Hungária, és mi már azért titokban nézegettünk egy komplett fúvós szekció kilakítása érdekében. Hát kerestünk egy fúvóst, és ezt meg is találtuk a Rádúj szerepében, tehát a Rádúj személyében. Úgyhogy végül is így alakult ki 69 őszére, vagy nyarára, 69 őszére lehet azt mondani, az az ötös fogat, ami aztán végül is hát majdnem 4 évig dolgozott együtt, és hát ebből a személy összetételből alakult ki az a fajta stílus, amit előre talán senki nem tudott, de viszont abban a korban ezek az emberek, vagyis hát mi ezt a zenét találtuk ki, vagy ez a zene jött létre. Az indulás nagyon nehéz volt, habár ha azt mondom, hogy gyorsan terjedt a hír, de nagyon nehéz volt, mert
ugye a 60-as évek végén hát ilyen kemény rock zenét vagy jazz rock zenét játszani mondjuk senki nem játszott, és az emberek is a tehetségnél fogva elég nehéz emberek voltak. Tehát nem volt könnyű az embereket befolyásolni, és nem is akartam. Szóval bizonyos fokig kellett valamit alakítani, valamit megpróbálni, irányítgatni, hogy azért ne legyünk homlokegyenes teljes egészen a hivatalos szervek ellenére. De végül is kis klubokba elindultunk, és ezek a kis klubok nagyon-nagyon jól mentek. Annyira jól mentek, hogy ha a klub 200 ember, akkor 200 ember, a 300 ember, a 300 ember, tehát mindig telt ház volt, és minden koncerten telt ház volt. És akkor mondták nekem, hogy hú, van ez a Sirius zenekar, és menjünk le meghallgatni. És a Sirius zenekar a Bercsényi Koleszban játszott többek között, ahol én annak idején hát ott végéltem ezt a rock'n'rollos, őrületes időszakot. Ott játszott a Sirius zenekar, és az emberek ültek a földön valami matracokon, és gyertyák égtek, és mindenki mint valami a templomba hallgatta ezt a zenét, ahol hát nem, már nem csak a zene, de a szöveg is rettenetesen fontossá vált, és ilyen teljesen ilyen intellektuális ügybe ment át. Nálam nagyon nagy benyomást tett a Sirius akkor. És meggyőződésem a mai napig, hogy akkor a magyar rock zenének volt egy olyan együttese, ami abszolút világszinten és az élvonalba tudott volna kerülni, hogyha ezt engedik kibontakozni, tehát visszaengedik őket és a többi. A zenészek, akik a Siriusban játszottak, plusz még azért is tettek rám nagy hatást, mert nagyon hiteles emberek voltak. Tehát az Orszánszki Cseki az a szememben a mai napig egy nagyon tiszta ember, úgy mint ember is. És a többi zenész, főleg a három ász, a Orszánszki, Pataki és a Rádói Mihály. Ők hárman, mint emberek is, egészen mások voltak, mint a akkoriban, és a mai napig is, nem akarok neveket mondani, de a kikiáltott nemzeti nagy rockzenészeink. Szóval semmi sallang, semmi, csak a zene volt a lényeg. És hát ez a zenekar, aki mi nagyon, nagyon szeretünk és a világ végére elkísértünk, hát egy életérzést fejezett ki nekünk, legalábbis akik oda jártunk. Emlékszem, egy nagy bulira az egyetem színpadon volt, egy húsvét hétfő volt, tehát amikor az emberek locsolni jártak, mi oda mentünk. Ne koncert volt, és hát csak a Sirius volt kitűzve, mint műsor, de abszolút teltház volt, szóval csilláron is lógtak. És ami a legfantasztikusabb ebben a buliban az volt, hogy jöttek a haverok, külön már a zenész haverok, és játszott a Sirius, és úgy felszivárogtak a színpadra szép lassan egy-egy zenész. Minden, ahogy érkeztek időrendileg, és már a végén volt három dobos, úgyhogy vagy 20-an zenéltek egyszerre, egy hatalmas nagy jam session volt a buli, szétverték a házat az emberek. Akkor a múli volt. Volt olyan fellépésünk, hogy vártunk, mert elvállaltunk mindenféle hülyeséget is annak idején. Volt olyan fellépésünk, hogy reggel indultunk 6 órakor lottóhúzás, mit tudom én, Kecskeméten. 10 órakor lottóhúzás, műsor, 6 óra, nincs az Orszánszki. Nincs. Hát telefonálunk, nem veszik fel a telefon, már benne biztos elaludt, hát oké, akkor menjünk el érte. És megyünk a Rákóczi út, a régi Orrira, Kossuth-Lajos utca, Rákóczi út, be a köztársaságtérre, bekanyarodunk itt, és megyünk a Volkswagen busszal, és úgy nézek oldalra, és látom a zöld lódent, ott fekszik a padon, és benne a Jackie, képzeld el. Ott aludt, mert aztán nem akart már lefeküdni, azt mondja, mert hazament 4 óra felé, nem akart már lefeküdni, itt leült a pad, az eldőlt. Érted? És ott vettük észre reggel 6-kor, vagy fél 7-kor, akkor oda mentünk, fölkeltünk, betettük a kocsit, és vettük lottóhúzásra. 68-69-ben volt egy zenekar, az első hivatásos zenekarom. Tehát akkor kaptuk a hivatásos működési engedélyt, az Orit. Az volt a sztár nemzetű zenekar. És játszottunk kint Kőbányán a külső részen, a külső Jászberény út. Után volt ez a klub a Városéri telepen. És a Jackiék lejöttek oda, meghallgattak engem. Nem is tudtam róla, hogy lent volt. Aztán nagyon tetszett neki a dolog. És kijöttek egyszer a telepre, a Lakatos Bögői Bélával,
és kihoztak egy gitárt, és elkezdtek ott gitározni, meg énekelni, hogy énekeljek, hogy hogy éneklek, hogy hogy érzem ezt a dolgot. De hát én megmondom őszintén, annyira meg voltam lepődve, meg ahogy énekelt ez a két ember, mert hát nekem nagyon tetszett mind a kettő, hogy énekelt, el voltam ájulva. Hogy semmit nem tudtam akkor még ahhoz képest, ahogy ők énekeltek. Aztán lejártam Siriusra, de először volt a kis, volt a Rákfogó nevezetű zenekar, ahol a Magyarorsi Lászlóval játszottak ők együtt, a Lakatos Bogőj Béla, akkor a Jackie, és így kerültem kapcsolatban aztán a Jackie által az is a Siriusszal. Lejártam bulikra, a hajóra, mindenféle bulikra, ahol játszott a Sirius, és nekem nagyon tetszett, ahogy játszottak, meg ahogy a Jackie énekelt, és nagyon jó ember volt, mert én egy ruportlan ember voltam még abban az időben, tehát nem volt pénzem. De ő mondta mindig, hogy gyere, hát mondom, egy fillérem sincs, azt mondom, mit törődsz vele, azt mondja, az anyád picsáját, hát izé van. Majd elvitt, aztán etetett, itatott, nem vicc, vacsorát, mindent, kaja, pia, és mondta, segített nekem, hogy álljak be énekelni bluesokra, mert tetszett, ahogy ordibálok. És hát nagyon-nagyon tetszett, mert hát az nem minden idők legjobb magyar zenekara volt a Sirius, nekem az a véleményem. Olyan emberek, akik mind a Rádu is, a Misi is, aki játszott ott, meg a Pataki, én nagyon jobban voltam velük, a Veszelinov is. Hát egy olyan zenekar volt ez, hogy ez a maga megelőzte a korát szerintem legalább egy 50 évvel. Szóval egészen más volt még, mikor a Lámpavasnak támaszkodva az Illés játszott ők, mert akkor játszottak Cream Crimsont, meg mit tudom én, Blatzot, Chicagót, meg Iffet, meg mindent. Milliószor visszahallottuk akárkitől, akikkel beszélgettünk, hogy ez fantasztikus, mit csináltok, meg minden, de mondjuk olyan véleményt, nekem mondjuk a koncius a szavai vannak a fülembe, azt egyszer azt mondta, leültünk beszélgetni, hogy nézd Zsolt, a Sirius-ról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy nem jó zenét játszik. Mondjuk a balhékat, a épületből, a kitiltásokat, meg a mit tudom én, a sörözéseket, meg minden. Mi volt a kitiltás? Hát az épületben kérlek szépen a rendezők azok ilyen bokány paraszt gyerekek voltak, ilyen paraszt gyerekek, és hát nem értették a zenekar lelki világát, nem mindig tudod, és amikor azt mondtuk, hogy ez az úr velünk van, vagy velünk jön be, akkor kekeckedtek itt, ilyesmi volt. És egy alkalommal valamit odaszóltak a Jackie-nek valami nem éppen úri módon, és a Jackie meg visszaszólt nekik, hogy akkor ezt így, meg úgy, meg az anyátok, meg stb. És erre a Jackie meg akarták venni, de a tátra is ott volt. És akkor a Jackie-t betettem, így beállt ilyen sorokba a tátrai, betette maga mögé a Jackie-t. És hát jöttek a rendezők, és a tátai akkor volt ugye éppen kezdő Nobel-díjas verekedő, így mondjam. És kérlek szépen, hát azt hiszem, hogy 14-15 rendezőt leütött, nem tudtak hozzá közel férkőzni, mert hát beállt a sarokba, és nem tudtak támadni sehonnan. Mikor leütötte a 15. rendező, de tényleg ott a földön heveltek a mannosok sorba, akkor jött hozzá az Elkumnak a vezetője, nem is emlékszem már rá, de személyesen, szerintem jó barátom volt, úgy jártam egyetemi előkészítőre vele, és elég jó barátom volt, és Zsolt, na most le kell állni, le kell ülni, mert itt botrány van, és akkor valami fejhez zártuk, hogy be kellett leengedni, hogy most akkor nem lesz több verekedés, és kijönnek a sarokból, és akkor kitiltottak minket a szem 3 hónapra az épületből. Én azt gondolom, hogy a Siriusban is erősebb volt, utólag értelmezve a hát nem is a politikai, hanem a világnézeti tartalom, a világnézeti húzása a Sirius zenekarnak, mint a zenei. A Siriusban voltak ragyogó zenészek, de voltak rossz zenészek is. Összeálltott volna Magyarországon másik 2-3 ugyanilyen csapat lazán a kóbor zenészekből, akik nem akartak, illetve nem jutott eszükbe, hogy csináljanak egy ilyen zenét. És attól lett a Sirius nagy, nem csak a zenéjétől, elnézést kérek, bár emlékszem a számokra, hanem attól, hogy azt énekelték a József Attilát, hogy nincsen apám, se anyám. Énekeltek egy olyan számot a Kodelkának keze fel leállva, az ki volt? Léderelni, mi van a kosárban, Kodelkának keze fel. Ez egy olyan mondani való volt a 70-es évek újra optimista világában, hogy ennek megint volt egy, és ez jó zenével jelentkezett,
ennek megint volt egy baromi erős húzása. Ha így visszaemlékszem, egy álom volt. Sajnos ebből az álomból már fölébredtünk. Én nagyon sokáig álmodtam, és nagyon, nagyon boldog voltam. De hát sajnos egyszer ez az álom megszűnik. Na. Hát ez a világ, ez a fesztelen, csak a zene, független attól, hogy már mindenkinek azért volt családja, de furcsa mód, ezzel keltünk, ezzel feküdtünk, általában nem koncert után, azt mondanom se kell, hogy nagyon sokszor még folytatódott ez a dolog, hanem közvetlen játékkal, akkor beszélgettünk erről. Ilyen kreatív időszak nem volt, és nem is lesz szerintem. Ez egy, ahogy mondtam, egy forradalom volt, egy korszak, én azt hiszem, hogy mindegyikünk így emlékszik, csak pozitívumon, tehát pozitív módon, és zeneileg is borzalmas sokat léptünk akkor előre. Én úgy érzem, megszűnt az a bizonyos katula, hogy ez jazzzenész, ez rockzenész, ez ilyen, ez olyan, akkor mindenki szerette egymást, játszottunk együtt. Énekversenyek voltak, megérkezett a Bill, a Bögöly, a Jackie, akkor egy számot elénekelt, akkor följött a másik, elénekelt, ki tud jobban énekelni, neki mi fekszik jobban. Őrületes, dobosok beültek, zongoristák, orgonisták, gitárosok, fúvósok jöttek. Ezt hiányolom ma. Ugyan ma már hál' Istennek sok úgynevezett jazzklub van, és hát ugye rendszerváltás is volt, és sok minden pozitívum kvázi, de ez a fajta dolog, ez megszűnt, és ez nem tudom, lehet, hogy soha nem jön vissza. Ezt nagyon hiányolom a mai napig is. Ma úgy néz ki egy koncert, lejátszuk, szeva, beül a kocsiba, mindenki is hazamegy. És utána megyek tanítani másnap, a másik kinyitja az üzletét, nem tudom, szóval akkor minket a világon semmi nem érdekelt. Furcsa mód, jóval kevesebbek voltak a gázsik, nyilván az árak is alacsonyabbak voltak, de én emlékszem, hogy 200-300 forint volt egy gázsi, vagy valami, és mi abból még elmentünk és ettünk, ittunk, meg jó éreztük magunkat valahogy. Ezt ma már nem lehet megcsinálni, ugyan több a gázsiat intézővel be valamivel, de még vinni kellene például az ember úgy igazán. Szóval változott sokat. Az egy nagyon, nagyon jó korszak volt ilyen szempontból. Szép lányok, ne sírjatok, az egy elég jópofa történetnek indult. Tulajdonképpen furcsa volt, hogy a Márta ilyen filmet csinált, Mészáros Márta, mert ez a fajta popzenei világ, ez abszolút nem állt, nem igazán az ő világuk volt. Szóval sem apám, és sem az övé. Úgyhogy az egész dolog olyannak tűnt az elején, hogy ez egy ilyen applikáció lesz a filmbe, tehát, mint ami rengeteg ilyen volt, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, és az akkori zenés filmnek egy nagy része ilyen applikációt, hozzárakták a zenét. De végül is ott egy csomó politikai balhé volt, mert az Illésék abban az időben voltak, már, ha jól tudom, Angliában talán, vagy nyilatkoztak a Szabad Európának, és ebben egy oltári botrány lett, úgyhogy őket, mint szereplő zenekart letartóztatták a képernyőről, illetve a üzéről, a mozivászonról. Ők nem szerepelhettek, de az összes többi zenekar, akinek azért nem volt akkora súlya, azok szerepeltek. Tehát szerepelt a Metro benne, ha jól emlékszem. Húha, még ki volt? Kex, aki viszont nagyon érdekes zenekar volt. És hát ott volt a Sirius, aki homlok egyenes más zenét játszott, mint bárki abban az időben. Mert ugye volt ez a 60-as évek és 50-es évek végének magyar jazz nosztalgiája, ami mai napig is él emberekbe, és még bennem is, mert azért ismertem és hallottam jazzzenészeket a 60-as évekből, 50-es évekből. Tehát ennek a majdnem tiltott zenének a Sirius volt az egyenes ági folytatója. A Sirius-szal az is érdekes volt, hogy ugye ez abban az időben kezdett el történni, illetve a Sirius maga akkor alakult, ráadásul egy teljesen kommersz zenekarból alakult át, mert a Sirius eredeti formációja az egy ilyen, egy tánczenekar volt.
és amikor a Jackiek csatlakoztak hozzá, akkor vált egy progresszív zenekarrá. Ez volt az az időszak, amikor a fúvósok visszajöttek, vagy bejöttek a popzenéhez, vagy rockzenébe, inkább popzene, ez nem jó szó rá. Tehát akkor kezdődött Blood, Sweat and Tears, Chicago, meg ez a fajta korszak, ami teljesen más hangzást adott ennek a három gitár, egy dob formációnak, ami azelőtt újdonságnak számított 4-5 éven keresztül. És Traffic, és nem tudom én mi, szóval ezek a zenekarok. Úgyhogy a Jackiek abban az időben teljesen más zenét játszottak, mint bárki más a környékükön. Ráadásul az ő zenéjük szerintem nem is volt olyan fajta állítólagos politikai szembenállás, mint amit ma sokan hangoztatnak, vagy vitatkoznak az akkori nagy zenekarok, tehát az Illés, az Omega, a Metro, az egyik azt mondja, hogy én voltam az igazi ellenálló, mert én vittem az ászlót ide. A Jackiek nem ilyenek voltak. Az ő zenék maga volt a tökéletes szembenállás mindenfajta ilyen hozzáállással a magyarországi viszonyokhoz képest. Mert aztán valóban az ő zenéjük nem népzenén nyugodott, mint amit az Illések állandóan hangoztattak és hangoztatnak a mai napig, hogy nekik ez az igazi gyökerük. Ők fölvállaltan egy kozmopolita zenét játszottak, de ez olyan ritkaság számba ment, szinte nem is volt rajtuk kívül, talán a Bajtala volt a másik, akik rákfogó, akik a hasonló zenét játszottak, de olyan kis számú közönségnek, hogy ezt nem is nagyon ismerte senki. Úgyhogy én legelőször a Sirius-t az egyetemi színpadon láttam, és tömve volt az egyetemi színpad, szóval teljesen fantasztikus volt a Rádi Misi, aki úgy fúvolázott, hogy emberfőjött nem hallott még, szóval ez az egészen más világ volt. És aztán a film forgatása alatt megismerkedtem a Jackivel, a Veszelino Vandrissal, aki akkor nekik a dobosuk volt, és ők állati közvetlen fejek voltak. Szóval bennük semmiféle, egyrészt a Jackie nagyon komoly egzisztenciális gondokkal küzdött, ha jól emlékszem, abban az időben. Nálam idősebb volt, persze hát én voltam 17 éves, ő azt hiszem, hogy 20 fölött lehetett. Úgyhogy ők komoly egzisztenciális gondokkal küzdöttek abban az időben. És a Jackie följárt hozzánk a Rózsa Ferenc utcába a lemezeket hallgatni. Ez már a forgatás után volt. És aztán ez a barátság ugye tartott egy darabig, olyannyira, hogy ugye az Erzsébet söröző a körúton, meg a szemközt a Royalnak volt egy ilyen lökhajtásos 60-as években épült nylon boxos izé, ahol a rockzenészek jártak, mindenki oda járt, a Török Ádáméktól kezdve, akik nem számítottak az első vonalába az akkori pop-rocknak, de akik igazán valami újat akartak csinálni, oda jártak, és ez egy jó társaság volt, százszorta jobb, mint az akkor már hivatalosan kezdő válni Illés, aztán az Omega. Rádúj Misi, körülbelül egyszerre kezdtünk, talán én előbb egy kicsit. Most a Rádúj Misi egy ilyen megrögzött, Coltrane imádó volt, a John Coltrane egy nagyon híres szaxofonos volt, egy mérföldkő, mint a Miles Davis, stb. Hát ő mindenféle anyagot megszerzett róla, és éjjel-nappal tülkölt a konyhába. Ők a Rákóczi úton laktak az édesanyjával, és bármikor fölmentem, a szaxofon a nyakába lógott, ő még altózott, altó szaxofonon kezdett, aztán tért át tenor szaxofonra. Csak így a gyengébe kedvéért, az altó szaxofon ilyen kicsi a tenor nagy, és mélyebb. Na, elég az hozzá, hogy mi összejártunk, és borzalmasan csak a Coltrane-t utánozta. Én akkor már bekerültem egy magyar revű tánczenekarba, a nagyon híres zenészek voltak, hát jóval idősebbek persze, mint mi, akkor voltak ők ilyen 60 év körüliek, hát mi akkor úgy néztünk rájuk, mint a nagypapánk lenne, ugye. De én bekerültem ebbe a zenekarba, mert, mint mondtam, én korán kezdtem játszani, és ezt a sztorit elmesélem, mert ez a zenész körökben egy legenda, és szeretném megosztani ezt mindenkivel. Egyik alkalommal
az Árpi bácsi, a Lecák, az Orlai Jenőnek a bátyja, az Orlai Jenő a Csepi zenekar, az idősebbek még talán emlékeznek rá, hogy egy bőgős volt, és olyan zenekar volt a háború alatt, nekem rengeteget mesélt, és én nagyon szerettem ezeket a mendemondákat, a Cifra György zongorázott a Moulin Rouge-ba vele, meg, mert ő valamikor jazzt is játszott. A lényeg az, hogy ebbe a zenekarba bekerültem, és egyik alkalommal mondja az Árpi bácsi nekem, hogy te azt mondja, Imre, nem tudsz egy fiatal valami sipost, így hívták, sipos szakszafonos, valami ügyes rácot. Hát én úgy örültem, hogy a Misit már be tudom keverni, mert volt ilyen próbálkozás a Szörényi Leventével is, csak az Árpi bácsi a haját tépte, aztán többet nem hívta. És hát a sipost, ugye hát a jó, egy fene, akkor megpróbáljuk. Én úgy örültem, hogy végre egy magam korabeli, meg barátom. Meg. Hát soha nem felejtem el a most kaszinó, ott a hídnál, a belvárosi étterem, vagy bár volt annak idején. Ott volt egy ilyen koncert, nem tudom, táncoltak, és hát tánczene volt persze. És elvittem a Misit, aki már jól olvasott Kottát. És kitették a Kottákat, és soha nem felejtem a Bongo Csacsacsa című örökbecsű olasz számot játszottuk. És hát a Misi ugye Kottából perfekt lejátszotta. Na és az öreg azt mondja, Misikém, rázd meg! Ez azt jelentette, hogy ilyen vendéglátó szinten, hogy úgy a témát fújja, csak kicsit úgy megcifrázott. Na most a Misi fölállt, és mint az őrült, ilyen Coltrane stílusban a táncosok megmerevettek, bor megfagyott a levegő, az öreg a fejéhez kapott, kit hoztál ide? A Brubecket? És a Brubecket jazzongorista, csak ő ezt ismerte, és hát jazz, úgyhogy soha többet nem írta őtsel. A Misi az meglepődtem rajta, mert ugye hát mindannyian hosszú előtt voltam, és hát a Misi az egy nagyon szolid, nagyon hallgató ember volt, maradt is, az is marad örökké. Az ő szobája volt a nagy etalon nekem a Rákóczi út 59, felaktak fönn a világ a negyedik vagy ötödik emeleten, és ott volt egy szobája nekem édesanyjával. És a szobában nem volt más, mint egy ágy, egy zongora, és nagyon-nagyon sok könyv, és egy Coltrane kép a falon. És a könyveknek nem volt állványa, és nem volt szekrény, nem úgy a földön. Így. És Misinek mindig olyan könyvei voltak, ami a mai napig is New Yorkban ugyanez a lakása van, hogy van benne egy csomó zeneszerszám, és csak könyvek, lemezek és videók, minden, de mindenről. Azt gondolom, hogy amit én valaha láttam Amerikában, magyar otthonban, annyi könyv, egyharmad könyv nincs sehol, úgy összevéve, mint amilyen Misinek van, és hát az értékeiről vagy az irányáról nem is beszélve. Olyan srácok volt, tehát a Veszelinov volt nekem egyedül idegen, őt nem is. Ismertem az Atlasz zenekarból még, de hát akkoriban köztünk volt egy ilyen ellenvonal még, hogy poposok. Ezek nem tudnak semmit, mert mi a jazzisták vagyunk, és a vendéglátóban mi tudunk 16 harmóniát egyszerre lefogni meg. Szóval meg a Jackie-t ismertem. Aztán nagyon összebarátkoztunk a családi megismerkedés után, Misin keresztül bemutatott a zenekarnak, és akkor mindig úgy mentünk el mindenhova beszállni, hogy a Bögöly dobolt, a Jackie bassgitározott, én meggitároztam, mert én akkor egy fekete zenekarból jöttem, és már én akkor tudtam ilyen funkokat játszani, amit akkoriban a Sly and the Family Stones, meg mit tudom én, mert az itthoniak azok, a Radics meg a Tátrai inkább a Jimi Hendrixet vették, én meg inkább a fekete ritmusosban mentem bele, nekem az ízlett jobban. És akkor ez volt, hogy ezek ketten ordítoztak, énekeltek, boroztunk, és mentünk, és megjöntünk a nagy Mustangba, ültünk hárman, és lerohantunk minden klub elé, és lobogó hajjal bementünk. A Jackie az egyik, az mindig egyszerűen volt töltözve, ő volt. Én állt akkor még körülbelül egy negyed évig, vagy egy fél évig ilyen bársonyruhás, brilliáns gyűrűs, még a vendéglátónak voltak nyomai rajtam jelentősen. Sejeming és Riesma, és a Gibson gitár, és nagyon mentem, és nagyon pakoltam magam 20 évesen. És aztán én is lerongyolódtam hozzájuk, mert nem ment a dolog, és maradt azóta is a rongyos farmernadrág, meg a tornacipő, meg a katona ingem, vagy a Jackie, mert és ez valószínűleg így is fog most már maradni, mikor a nyugdíjas maradok, mert akkor egyszer belementem abba, hogy azban én nagyon jól érzem magam, és ez azóta is így van, és akkor bementünk a pulóverekbe, és a
vittük a gitárokat, és minden zenekart lelöktünk, ahol éppen voltak, és elővettük a Feeling Alright-ot, és őrültek háza volt, és nagy jammelés volt állandóan. Nagyon jó volt. És akkor 10-kor minden klubot bezártak, kidobtak minden onnan, minden klubból, és akkor 10-kor mentünk a Roalba. És akkoriban a Roalba, ami első osztályú söröző volt, 36 forint volt egy beefsteak, és 40 forint volt egy üveg vörösbor, és abban az időben mi kaptunk egy bulira 5 kilót kézbe, no tax, semmi adó is. Tehát abban nagyon finom, és 3 forint volt a benzin az autóban. Úgyhogy állti jól éltünk, és játszottunk 4-5-ször egy héten, vagy 6-szor pénzért. És hát akkor nagy élet volt. A zenészek egymás mellett üldögéltek, és akkor voltak a kasztok. Különböző asztalok, meg különböző zenészek ültek, és akkor nem nagyon ültek át, nem ülhettek át bizonyos ma már nagy nevű sportcsarnokokat megtöltő emberek nem igazán tudtak odaülni az asztalhoz, mert a Jackie az erre a dologra nagyon kényes volt, és szigorúan ránézett emberekre, akik le akartak ülni. És aztán ezt átvettük. És az az igazság, hogy ők ketten ilyen nagyon, ma már tudom, hogy ők ketten nagyon vezér alakjai voltak ennek a dolognak. Nem az csak a zenével, vagy csak az énekléssel, vagy csak a hangszerrel, a Misi, hogy szólista volt mind a kettős, hanem egyszerűen az attitűd, a húzóerő, a hozzáállás, az azért bizonyos, mert hiába, mikor ők elmentek, akkor ez az egész szétesett. Nagyon jól ismerem a Misit. A Misi egy nagyon szerény, nagyon szótlan ember volt akkor. Alig lehetett hallani a hangját. Az üzlet egyáltalán nem érdekelte, csak a zene. És azt hiszem, mikor ittunk, akkor eredt meg egy kicsit a nyelve. Mert söröztünk, borosztunk, pálinkáztunk munka után. Ez ma már nincs annyira, de ez nem azért volt, mert szerettük az italt, hanem azért volt, mert jól esett dolgozni. És a jól végzett munka után, már olyan értelemben, hogy a jó hangulatú munka után, amiben egy szeretet is rajzolódott ki egymás iránt, megértés, az, hogy megértettük egymást a zenébe, így a munka után is barátok voltunk, nem pedig viszlát és ment mindenki haza. A kedvesekkel, meg lányokkal mi leültünk, vagy azok nem jöttek akkor magunkba, és tényleg sokat beszélgettünk mindenről, a zenéről, magánéletről. Akkor a Misi beszédesebb volt, amúgy egy nagyon szótlan ember volt. Nagyon mindig az volt a érzése, hogy ő nem tud annyira zenét játszani, és nem tud annyira szaxofonozni. Ez egy komoly dolog volt. Egyébként én is ezt éreztem abban az időben, érdekes módon. Mert egyszer a kocsmában ittunk reggel 5 órakor, és egyszerre sajnálkoztunk. Mondjuk az alkohol kiad egy olyan dolgot, hogy az embernek kijön a könny a szeméből, ha sokat iszik. De azért azt hiszem, hogy volt is benne valami, és ez egy soha nem fogom elfelejteni, olyan spontán dolog volt, hogy egyszerre mondtuk, hogy tulajdonképpen nem érdemeljük meg ezt a sikert, mert mi nem tudunk annyira még játszani. Már az egész megjelenések, a forma és a tartalomnak egy egészen sajátos egysége volt. Szóval kinézetükben a Jethro Tull volt, amire leginkább hasonlítottak, vonzó volt, reszelősek voltak, csúnyák voltak, ugyanakkor még játszottak, az pedig finom volt. Szóval a Rádui futballjátéka az lenyűgöző volt, az bravúr volt. És az ő személyén keresztül rettentesen fontos, tehát megnyerőek voltak annak a közönség, maguk közönsége számára, pontosabban egy olyan közönség számára is, akit egyébként nem feltétlenül biztos, hogy a zenéjük megnyert volna.
Nagyon ritka az, hogy a formának és a tartalomnak egy ilyen szerencsés ötvözete áll össze, egy ilyen, pláne ilyen szubkulturális dologban. Nagy a Charlie Fisher meghallgatta végig az összes létező magyar zenekar, azt mondta, hogy hát ez ilyen van otthon is több tucat, úgyhogy ez mondjuk különösen nem érdekes. A teljesen magyaros, idézőjelben magyaros jellegű zenekarok meg ugye külföldön nem jöhetnek szóba, tehát egy olyan nemzetközi, internacionális hangzást keresett, amiben érdekességet talált volna, és hát illetve ezt találta meg bennünk. Ausztrália mentünk, és Perth-be kezdtünk. Most a probléma az volt, hogy a Charlie az teljesen tisztában volt, hogy mi mit játszunk, de az impresszárja, akivel az szerződést kötötte az első időszakban, annak fogalma sem volt, hogy mit játszunk. Úgyhogy, és nem is vette túl komolyan a dolgot, mert hát hiszen ebben az időben igaza volt, mert ugye Közép-Európa, Magyarországon egy zenekar elmegy Ausztráliába, azt nem jegyzik. Hát ez így volt Ausztráliában, és kb. Két hónapig, hogy nem jegyezték a zenekart. És amikor februárban, tehát a kijövetelünk után talán két és fél hónappal az Adelaide-i fesztiválon a banda megszólalt, attól kezdve beindult egy olyan fantasztikus érdeklődés és cikk sorozat és riport sorozat, ami részünkre is fantasztikus volt. Mi voltunk az első olyan zenekar, ami az egész úgynevezett közép-európai blokkból nyugati angol száz területre kijutott, és ott hosszú időn keresztül folyamatosan játszott. Az első hetek, hónapok azok nehezek voltak, mert nekünk bizonyítani kellett, mert a megélhetésünk és a sikerünk függött attól. Végül is az említett Adelaide-i koncert után kezdett a zenekar kibontakozni, és kezdett magára találni. És az első időkben csak hallgattuk a zenekarokat, mentünk, mert a Charlie azt mondta mindig, hogy fiúk, úgy beszélt, mint a rejtőjelnő, hogy úgy beszélt, mint a főig Jimmy, azért fiúk, nincs nyomás. Nincs nyomás, és nem tudtuk, mi az Isten az a nyomás. És akkor mentünk, hallgattuk az összes ausztrál nagy bandát, a Billy Thorpe-ot, meg stb. Mindenkit, és akkor egy olyan két és fél, három nap múlva, még két hónap eltelt, még rájöttünk arra, hogy mi az a nyomás, és ez nem hangerő, egészen más. De ő nem tudta megmagyarázni, de nekünk rá kellett jönni, hogy mi az a nyomás, és az a nyomás, az a fantasztikus dob, basszus, induszekció összjáték, az a dinamikus összjáték, amitől egy zenekarnak van lökete és van tempója. Szóval, na de erre rá kellett jönni, és ezzel, erre idehaza, itthon nem lehetett rájönni, senki nem jött rá akkoriban. Úgyhogy, hát aztán végül is mondjuk nekünk egész Ausztrália csodálatos volt, igazán nagyon sok sikert értünk el, nagyon sok újságcikk született rólunk, nem ilyen úgy céli újságcikkek, hanem komoly melody makers, stb. Music makers, újságcikkek, több oldalas cikkek, szakmai cikkek. Úgyhogy nekünk ez nagyon, nagyon jó volt, és a zenekar borzasztót fejlődött. A ti költségünket, ez az impresszási iroda, ez a John Jennings féle utazási koncertiroda, koncertszervező iroda, és a Magyar Klub, a Budapest Magyar Klub által, mégpedig olyan megállapodással, hogy az úti költség felét, majd mikor a zenekar itt lesz, akkor hát majd lejátszák egy-két alkalommal. És akkor így került sorra, hogy játszottunk a Budapest Klubba egy párszor, és játszottunk a HKA Klubba, ugye a Bondi Beach-en. Ez egy nem tudom hány ezer dollár volt, amit a zenekar, amit tudom, 6 vagy 7-ig voltunk a Budapest Klubba. Meglehető nehéz volt, mert egészen más kellett játszani, neféle hümmögések és fuvolázások, meg egyéb dolgok történtek, ilyen evölgineket, de végül is hát a korrektség miatt ezeket meg kellett csinálni. Óriási dolog volt kijutni. El se hittük tulajdonképpen. De hát végül is így sikerült, jó volt. Valóban sok nehézségekkel álltunk szemben kint is, de szóval jó, hogy mondjam, jó emlékkel gondolok rá, mert fiatalok voltunk, áthidaltuk ezeket. Az, hogy hol laktunk, vagy mit tudom én, holba laktunk, vagy nem, vagy itt tudom én, hotel, vagy szálloda, nem érdekeltünk éppen. Volt egy ágy, a sezlon, vagy akármi egy kis konyha, eléltünk. Volt, amikor együtt voltunk öten, volt, amikor külön szobánk volt. Szóval ezeket a dolgokat könnyen, nagyon könnyen tényleg vettük. Azon kívül meg rengeteg meglepetésünkre, szóval rengeteg segítséget kaptunk az ottani fiatal zenészektől, akik tényleg ez minket nagyon meglepett, hogy szóval nem viselkedtek olyan, hogy na most ez egy külföldi zenekar, és ráadásul a lassú igönyögöti zenekar, és mit keresnek, a mi kenyerünket veszik el, vagy ilyesmifajta dolog lett volna, de féltékenység, hanem együtt eljártunk az éjszakába, vagy elmentünk a klubokba, amikor éppen nem játszottunk. Szóval tényleg egy olyan baráti kapcsolat alakult ki köztünk, hogy
szóval ez tulajdonképpen átizalt a nehézségeken. Hát például, amikor ellopták fél év után a cuccunkat, hát teljesen új volt, még meleg volt, friss árut, még ki sem volt fizetve. Habár ki volt fizetve, de biztosítva nem volt, hát ez volt ott a nagyfene, és hát ellopták. Ott állt a zenekar, totálisan egy szál nadrágba, egy pólóba, hál' Istennek jó idő volt, de hát cucc semmi, hát a kézi hangszereken kívül. És akkor is tényleg, hogy pár napon belül már jött a segítség az ottani zenész kollégáktól, hogy kölcsön adtak cuccokat, ahol játszottunk. Hát egy hatalmas benefit koncertet rendeztek, amiről te is tudsz. Hát sajnálatos, hogy az mondjuk egy elég rossz, nem az időpont rossz, hanem az időjárás volt rossz, de akkor is szóval tényleg megvolt bennünk az a szeretet, az a segítő készség, amiben részesítettek minket is, az óriási volt. Amikor visszajöttek Ausztráliából, az volt egy nagyon nagy gyomorvágás. Aztán mindenkinek, aki meghallott őket játszani. Előtt is hallottam őket egyszer-kétszer, aztán a Csengeri utcában játszottak. Amikor hazajöttek, akkor volt egy hangversenyük az egyetemi színpadon. És az annyira megdöbbentett mindenkit, engem is, és úgy gyomorszájon vágott az a zene, amit csinált, teljesen kiforrott volt már minden. És ha nem mondják meg, hogy magyar együttes játszik, akkor az ember el se hiszi. Annyira más volt a többi akkori magyar. Nem csak az, hogy a zenészek annyira kiválóak voltak, hanem a felfogás annyira más volt. Mikor hazajöttünk, akkor hazatérésünk után közvetlenül 72 tavaszán felhívott meg engem egy magyarul beszélő srác, hogy most jött Los Angelesből, Amerikából, és az Ausztráliában felvett nagy lemezünk kiadott Amerikába is, mert ezt egy pár helyre elküldtük, a Charlie hivatalból elküldték ott egy pár helyre. És megkapták ezt a lemezt, és úgy jött ide, hogy avval küldték, hogy a lehető legrövidebb időn belül ezt a zenekart ki kell vinni Amerikába, mert ilyen zene elképzelhetetlen, ilyen zene született ebben a közegben, itt Közép-Európában, és hogy a lehető legrövidebb időn belül vigyen minket ki. Hozta magával a munkavállalási engedélypapírokat, minden hivatalos dokumentációt. Mondom, jó, akkor találkozzunk, menjünk be az Interkoncertbe. Még aznap délben bementünk az Interkoncertbe, és leültünk a Szász Gáborral, meg a Penc Zsolttal megbeszélni a dolgokat, hogy mit lehetne csinálni, később a Penc az eltávolodott, és a Szász Gáborral tovább beszéltük a dolgokat, papírokat kitöltöttük, másnap bejöttek a srácok, aláírták a mindenféle szükséges dokumentumot, és azt írtuk, azt jelöltük meg, hogy ez volt valamikor április elején, és azt írtuk, hogy június 1-től készen állunk az amerikai turnéra, azt mondtuk, hogy egy vagy másfél-két hónap szükséges, hogy még jobban felkészüljünk, stb. Azt mondta, ez tökéletes, és visszatott Amerikába. És azt ígértük neki, az Interkoncert mindezt, az Interkoncert hivatalos levelével minden együtt elküldi perceken belül. És kérlek szépen, hát mi vártuk, akkoriban volt ez a bizonyos retteget önimpresszálás című fejezet, amit ugye ilyen különféle belső kiskirályok hoztak, valószínűleg felső hatalmi utasítása, csak azért, hogy bizonyos kategóriákat és bizonyos határokat szabjanak a zenészeknek. Tehát speciál, ha az volt, hogy egy szerződést te vittél be, akkor abban a pillanatban önimpresszálással gyanúsítottak, hogy azt jelenti, hogy akkor csalás, lopás, hazugság, minden az égvilágon. Tehát nem tudtunk lépni az ügyben, és csak vártuk, hogy jöjjön az egész. És hát semmi nem jött. Kértük az intézkedést, hogy írjanak, telexeznek, telefonáljanak, bármit, stb. És aztán kérde, nem jött semmi, nem válaszoltak, nem jön semmi. És aztán egy jó idő után, körülbelül fél év után sikerült kideríteni úgy a dolgokat, hogy a titkárnőt, aki nagyon jó kedves ismerősöm volt, azt megkértem, hogy nézzünk meg utána levelezést, mi van a Sirius dossziéban, miért nem történt semmi. Hát az történt, hogy a levelet és a papírokat elküldték, és utána küldtek egy táviratot, vagy telexet, angol nyelvű telexet, hogy a zenekar június 1-ig érje át az amerikai turné megcsinálására. Amire jött egy válasz, hogy nem értik, hogy miért ilyen sürgős, hiszen az volt megbeszélni, hogy június 1-től ér rá. És hát különféle levélváltások és telefon és telegram és telex váltások voltak, amiből aztán vége az lett, hogy teljesen a tudtunkon kívül az egész dolgot lejátszották, szétszették. Szóval gyakorlatilag ez volt.
Igen, egy annyi, hogy nem from first of June, until first of June, kész volt intézve. És aztán jött egy másik, hogy nem értjük, hogy miért, a megbeszélés az, hogy nincs elsőjétől, most nem értjük, hogy miért nem kész a zenekar, hogy amerikai turné, vagy háromnapos egyetemi turné, lemezfelvétel, minden az égvilágban. Hát ez volt az egyik. Másik? A másik pedig volt a Great Western Festival 73-ban Angliában, amelyek konkrétan hát minket akartak meghívni, és elküldték a meghívóját az Interkoncertnek. És az Interkoncert minket nem is értesített, és helyettünk a Loksit ajánlották ki, és akkor egy másik csatornán keresztül kaptunk egy levelet, hogy nem értjük, hogy ez miért nem tört, miért történt ez, hiszen mikor a Sirius-t hívtuk meg, mert a zenéjük annyira ugye, nemzetközi és annyira európai és világszintű, hogy nem értjük, hogy ez miért történt. Mikor kint voltunk 1971-ben, vagy 72-ben, nem tudom mikor volt, én 72-ben volt, igen, mert 71-ben Amerikában voltam, a Montreux Jazz Fesztiválon, a Pege Aladárral. Akkor a Misi megnyerte a szólista díjat. Ami azt jelentette, hogy ösztöndíj a Berkeley jazz tanszakra Amerikában. Éltem egyedül németül, és az eredményhirdetést én tudtam meg, mivel ezt nem mondták be, vagy bemondták, vagy kiírták, na nem emlékszem rá. Mi valamikor egy helységben, több helységben folytak Montreux-be a koncertek, egy helységben bennült az egész zenekar, és nézték azt a koncertet. Ez olyan délelőtti koncert volt. És én kimentem tudakozni, hogy azért mi újság, és nagy örömömre hallom, hogy a Magyar Rádói Misi nyerte meg a szólista díjat, ami hát egy nagyon nagy dolog volt, mert sok amerikai és a legtöbb európai nagyzenekarok mind ott voltak, akik az összes országokból számítottak. És akkor rohanok vissza a helységbe, hát persze bennem is van egy kis perverzitás, pláne olyan emberrel szemben, aki szótlan és szerény. Mellé ültem, és így odasugtam neki, mondom, megnyerted az első díjat, mi ész Amerikába tanulni. Hát persze, hogy nem hitte el, na ne hülyülj meg, ne hülyéskedj meg. Aztán mondtam neki, hogy ezt most a legkomolyabban mondom, hogy most nem viccelek. Kint voltam, mert csak nem gondoltam, hogy ilyennel fogok viccelni, és aztán már nem suttogtam, hanem erőteljesen a szemében néztem, és azt mondom, esküszöm, most voltam kint. Megnyerted a szólista díjat. A zenekar felmás azért következett be, mert egyszerűen itt olyan tehetségek jöttek össze, és most magamat kizárom, nem beszélek magamon az hülyét, olyan tehetségek jöttek össze, amely az utána következő nagyon sok, tehát még a mai napig sem alakult meg egy ilyen nagy tehetségben álló együttes, vagy zenekar, vagy banda, mindegy, hogy mit nevezek. Most ezeket az embereket, nagy tehetségeket bezárni, egy bödönbe, egy szobába, az országot egy szobának mondom, nem lehet, egy ideig lehet, mert ki kell törni, ha a tehetség nem tud kibontakozni, akkor megbolondul, megdöglik, vagy nem tudom mi van, de egyszerűen az a bizonyos kör, amit az ország számunkra és azok a szervek biztosítottak, az egyszerűen beszűkült, megállt minden, nem voltak erjesztő elemek, nem voltak olyan körülmények, amit a zenekar tovább vitték volna, és tovább tudták volna vinni. Akárhogy ment a Sirius, mert az Orszánszkinak még akkor, Iva tévesen emlékszik, az Orszánszkinak még nem volt meg az útlevele, az Orszánszki még, mi még az Orszánszki Rádói nélkül játszottunk Rákfogót, tehát a Babos Orszánszki kőszegi. Így voltunk mi Varsóban a Jazz Fesztiválon, amit úgy emlegetnek, hogy nagy-nagy sikerünk volt. Akkor azt mondták, hogy az egész fesztiválon, pedig amerikaiak is voltunk, hogy mi játszottuk a legkorszerűbb zenét, szóval nagyon nagy sikerünk volt. És azóta, akik magyar zenekarok kimentek, sajnos azok mind tönkretették a Varsói Jazz Fesztivál, a Jazz Jamborinak a magyar évét, szóval nem akarok itt semmit beszélni erről. De ez, mi ott letettünk egy nagy dolgot, tehát az Orszánszki még játszott velünk.
Tehát a zenekar már akkor azért, mert hát a Misi kiment ide tanulni. Na most a Rádújnak azért igazából ő szeret a Sirius-t, ő szeret a Rákfogót, de én, ahogy én ismertem őt, és ismerem is, ő Isten igazából a John Coltrane-t szerette, és ezért ő a szabadossal szeretett a legjobban játszani. Mert a szabados az egy teljesen free jazz játszott, és az akkori, az utolsó Coltrane lemezek, az Expression is, az hát az Ohmról nem is beszélve, ami már teljes őrület, milyen zene. A Misi ebbe menekült be, és a jazzre már, amit a Pegével játszottunk, azt mondta, hogy ő nem tud jazz játszani, és nem is akar jazz játszani, és úgy éreztem, hogy ő már a Sirius-t, a Rákfogót még úgy elviselte a későbbiekben, mert az jazzesebb volt sokkal, de a Sirius már nem nagyon szerette, és egyre jobban a szabados irányába és a Coltrane irányába haladt. Na most kiment Amerikába, ugye nagy tévedés, mert sokan azt hiszik, hogy Amerikából, azt hiszik, hogy Amerikából jön a jazz, ez így van, de Amerikában nem szeretik, a közönség nem szereti a jazzt. Szóval ma Amerikának a 4%-a kedveli a jazzt, és ebben benne van a klasszikus zene is. Tehát a komoly zene és a jazznek a 4%-a szereti Amerikának, a többi 96%-a szereti a többi zenéket. A Misi megcsömörlött, mert a Misi az egy őrült, bement a Harlembe, nem félt, és elkapta a feketéket, és azt mondta, ismered a John Coltrane-t? Fogalmam sincs, ki az. Megint ment 10 métert, megint elkapott egy feketét. A John Coltrane-t ismered? Nem ismerem. És teljesen elkeseredett, hogy ő benn van a Harlembe, és nem tudom én, megkérdez 20 feketét, és senki nem ismeri a John Coltrane-t. És Amerikában nagyon kevesen ismerik a John Coltrane-t. És azt a zenét már a amikor a Misi kiment, a 60-as években a Cecil Taylor, meg a Coltrane, meg ezek, meg a másik szaxofonos, nem tetszem be a neve, mindegy, ezek belementek ebbe a játékba, ebbe az irányba, a free jazz felé, de ez meg zsákutcába került, mert se a lemezpiacon, se a klubokban, meg, szóval nagyon nehéz volt, nehezen eladható, mert nagyon nehezen érthető zene volt. Na most a Misi itt megcsömörlött. A Rádói kimaradt Amerikába, a pincér lett. A Rádói egy számra, aki hangsúlyozott, nem is ismerem, tehát így csak így messziről egyszer talán beszéltem vele, az olyan, mint egy ilyen Rembo. Érted, aki 16 éves korában megírja a nagy műveit, aztán utána elvére a szolgakereskedőnek. Kiszállt a buliból. Nem véletlen szállt ki. Nyilván, hogyha ha nem csömörlött volna meg a dologtól, akkor talán ma még valahol játszik. Nem a Sirius-ban, egy más formációban. Úgyhogy az ennek az egy másik fiú, a dobosuk, a Veselinova, az múltkor mentem egy ilyen steakhouse-ba, és ott dobolt. Orszánszki az kimaradt Ausztráliába. Ezt a zenekart ezt gyakorlatilag szétverték. Nem kellett ez kalapács, ez egy hallgatni kellett, lehetetlené tenni őket, nem hagyni pályára lépni őket. Nézd, ezek annyira markáns egyéniségek voltak, hogy hosszú távon ez kompromisszum nélkül nem tudták, egyik sem volt igazából hajlandó kompromisszumra. Ezek olyan nagyon markáns egyéniségek, hogy nem is szabad igazából kompromisszumot kötniük. Mert abban a pillanatban leadnak valami saját magukból. Gondold el, hogyha egy művész például belép egy párba, és fölad magából, és azt mondja, levágom a két kezemet, mert igazából akkor tudok a pártfegyelemnek eleget tenni. Ha egy alkotó művész föladja a saját alkotói készségének, tehetségének egy jelentős részét azért, mert kénytelen kompromisszumot köt. Egy darabig lehet, de ezek a markáns egyéniségek előbb-utóbb szétfeszítik azokat a kereteket. Ezek természetes társtalanságra vannak kárhoztatva ezek az emberek, vagy ezt a kárhoztatás itt időzőjelesen mondom, mert nem olyan nagy biztos, hogy a közönség szempontjából olyan rossz az a társtalanság, hisz az állandó útkeresést jelent. Az útkeresés pedig mindig műveket szül. Azok a művek lehetnek pörsenésesek, lehetnek sikerületlenek, lehetnek jók, de azok művek.
abból előbb vagy utóbb törvényszerűen ilyen jelentős kalibereknél ez lehet. Kettő. Azért végül is ezt az országot akkor ezt nem nekik találták ki. Én teljes mértékben a privát életem miatt azt mondtam, hogy én nem megyek el. Nem megyek el. Mikor kim voltunk, akkor sem gondoltunk arra, hogy kimaradunk. Mert én a család életem miatt azt mondom, hogy nem. Akkor az édesanyám és édesapám miatt mondjuk ez így volt. Hát mind egyébként nem csak ők, mi is szerettünk volna előrelépni, de más nem tudok néked mondani, tényleg csak azt, hogy ők megtehették, hát megtehették. Volt bennük annyi mersz, hogy a továbblépés érdekében azt választották, mert sajnos maga a mag, a zenekar nem mehetett ki, mint zenekar. Ez volt tulajdonképpen a rákfené az egésznek. Most hogy ők, hogy abba beleuntak, hogy itt csak acsarkodás megy, már nem a zenekaron belül, hanem a külföldi impresszálás vonalán, hogy semmi nem megy előre, semmit nem tudunk lépni. Azt mondták, hogy nekik elegük van ebből. Sajnos, hogy ez odáig fajult, odáig vezetett, hogy azt mondták, hogy gyerekek, szép volt, jó volt, de mi szeretnénk előre lépni, akár a saját életünkben, akár zeneileg, egy kicsit megújulni, mert ez mondjuk rendben is lett volna, mert ez természetes dolog, hogy egy előrelépésnek kell lenni valahol. Hát szóval tulajdonképpen itt volt az a momentum, ami tulajdonképpen motiválta aztán, hogy a Jack és a Misi tulajdonképpen nyugatra távoztak. A 70-es évekbeli zene, mint a rendszer, úgynevezett rendszerváltás előtti politikai helyzet. Itt mindenki ellenálló, a csomó valóban komoly ellenálló volt, így úgy, amúgy. Azt hittük, hogy fiúk, megyünk előre, nyomulunk, és majd esetleg a világot meg lehet változtatni. És amikor megvolt a lehetőség, de akkor kiderült, hogy mennyiféle ember van ebben a pixisben, és mennyire mást akarnak, és kiderült, nem is szeretjük egymást annyira. Annyi szeretnék mondani az egész időről, hogy olyan boldog időszak nem lesz Magyarországon soha, bárcsak lenne, amikor a fiatalok tényleg együttesen olyan valami fellendülés, hát ez mondjuk a jólét is Magyarország, ugye 1973-ban írt el a csúcspontot. Én megmondom őszintén, becsapoltam, én azért nem mentem ki, mert azt hittem, hogy ez 80-as évekig, meg mit tudom én, el fog menni, és ez egyre jobb lesz, és nem kell diszidálnom. És tulajdonképpen én is elmentem volna innen, és itt maradtam emiatt, hogy ez jobb lesz. És érdekes, amikor a Orszánszki is már elment, meg a Rádu is elment, már akkor már a Rádu elment, és az Orszánszki is már menőbe volt, akkor az Interkoncertra beivattak engem, és azt mondták, hogy ők szeretnék a Rádfogot menedzselni Nyugat-Európába, mert hát, hogy látják, hogy mi a dörgés. Mondom, elkéstetek vele, mert már a két ember, egyik már kifelé megy, a másik már kin van. Ugye az év előbb mondta, hogy nem eszméltek fel, hogy ezt a zenekart, vagy a Sirius-t, vagy a Rákfogót, vagy mind a kettőt lehetett volna elvinni bárhová Nyugat-Európába, mert a hangulatába nem tudom, hogy játszottunk. Most a Misi kapott egy kazettát, ő meghallgatta, nem mutatta meg nekem, és nem hajlandó meghallgatni. És kérdezem, hogy játszottunk, azon nagyon jó hangulatai vannak, de hát nem jól játszottunk. Egyet mondok, ami nagyon fontos, mert hiszen tudom, hogy a 70-es évekről csinálod ezt a műsort, hogy azok maradtak javarészt talpon, akik a 70-es évekre is megőriztek valamilyen érzékenységet magukban. Rengetegen már a 60-as, a híres nagy generációs években így vagy úgy megbicsaklottak és megszűntek. Megszűnt a kíváncsiságuk, az aktivitásuk, és olyan sok akarat és tehetség bukott el már a 60-as években, hogy azt hiszem, hogy a 70-es években azok találtak egymásra, és itt tényleg rengeteg nevet, az előbb is soroltam, milyen csillogó korszak volt azért a 70-es. Nem akarok kiragadni se, nevek áradata van, akár a Nyikát mondtad, akár a többieket, akiket személy szerint is az előbb festőket, Konkoly Gyula, Lakner, én a fotósokat nem nagyon ismertem, de Koncz Csabát Krakkóba láttam kiállítani, nem Magyarországon. Mindegy, hogy hol mozogtak ezek az emberek, vagy Gyémánték Párizsba. Tehát azt tudtuk, hogy mozognak, ez nem csak Magyarországon volt 70-es évek. Azt hiszem, hogy Európa szerte, mert ugye a magyaroknak 68 nem Párizs,
hanem Prága. Hát de Párizsban ugyancsak követte egy hanyatlás és egy újra való reménykedés az egész évtizedet jellemezte. Tehát még egyszer mondom, hogy olyan emberek mozogtak azt hiszem akkor, akik már a 80-as években nem mozogtak, illetve ilyen korosztály nem helyettesítette őket, akik érzékenyek, kíváncsiak és tehetségesek voltak, vagy nem tudom, még csillog, készek voltak még csillogni egyet másoknak. És ez nem a színpadon, tényleg nem tablószerűen történt meg. Ez utcán, kocsmákban, bulikon, rengeteget tudtunk cigarettázni, hajnalig ültünk együtt, és persze világot váltottunk, de mindenkinek volt elképzelése, és volt pontja, amerre ment. Az nem is volt, az nem karrierpont volt, hogy onnan majd X helyre kell érkezni, hanem egy vágy, egy könyv, egy kötet, egy vers, egy album, vagy de album, az ördögöt, nem tudom, egy gyűjtemény, amit ő majd csinál, vagy Moldvába mentek el emberek gyűjteni. Szóval voltak olyan szándékok, amiket már a 80-as években nem tapasztaltam, és most a 90-es években szinte nyomát se látom. Azt mondom erről az évtizedről, hogy a Bereményit idézzem, mert az Antoine Désiré lemez hátlapján ez a sor zárja Antoine életrajzát, aki már 2003-ban fog csak meghalni, egy csalitosban, amikor vaddisznóra indul egy eltévedt lövés miatt, és utolsó szavai állítólag Antoine-nak ezek lesznek 2003-ban, hogy én a magam részéről a 70-es években voltam a legboldogabb. És ez vonatkozik rám is. Akkor voltam fiatal, akkor értem meg, akkor ért sok olyan minden, amiben döntenem kellett, és kialakult az, ami most már, és onnantól valószínűleg már én vagyok. A 74-es év, a 74-es átkozott leges, legrosszabb év, nem jön, remélem, több ilyen. A 74-es év, majd minden hajnalán eső esik, mindegyik ágya büdös, s az ágyban nyírkos az ágy nemű. Az utca sarkon várt, egy férfi is botjával rám mutatott, sötét kabátja volt, és minden kortyelőt megrepett poharam, s borom kifolyt, és borom kifolyt, eltűnt a fogasról minden kabát. Hetvennégyben elrepett minden pohár. Jó, hogy ennek is vége van. Closer to the mother and send it
when you know it's over.